Körülbelül egy éve számoltunk be a kecskeméti férfiról, aki Kőrösi Csoma Sándor nyomába eredt, és egészen a Himalájáig utazott, hogy önkéntesként segíthessen a rászoruló gyermekeken. Szilai Istvánra most új kalandok várnak. Ezzel kapcsolatban hívtuk meg stúdiónkba. Jó estét kívánok, szervusz! Kezdjük, szervusz! Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát mindenek előtt köszönöm akkor ezúttal szépen. Milyen utazások várnak rád? Erről szeretnék hallani. Köszönöm szépen a meghívást. Hát ismét keletre veszem az irányt, és először a Kárpátok lábához Kárpátaljára utazok, jövő nyáron pedig újra Himalájába tervezek indulni. Na most ezek a lehetőségek, ezeket te kutatod fel, vagy véletlenszerűek, hogy megtalálnak, bár én szerintem véletlenek nincsenek. Szerintem sincsenek, ha mégis vannak, az is csak véletlen lehet. Úgyhogy hát belebotlok, hogy nem az ilyen lehetőségekbe. A kárpátaljai küldetés az a Petőfi Sándor ösztöndíj programmal fog zajlódni, ami a magyar kormánynak egy szorványgondozó programja. Igen, és Kárpátalján mit fogsz csinálni? Kárpátalján tanítani fogok egy magyar tannyelvű líceumban, és emellett Baranta hagyományos magyar harcművészet edzéseket fogok tartani több településen, és íjászatot is. Uh-huh. Hát ez nagyon izgalmas. Igen. Téged előre beharangoznak egyébként, hogy na ekkor érkezel, vagy egyszer csak mint meglepetés beállítasz? Nem leszek olyan nagy meglepetés, mert a tavalyi tanévet is már ott töltöttem ugyanezzel a programmal. Most egy kicsit közelebb leszek a határhoz. Tavaly egy Csepe nevű kisfaluban, egy magyar kisfaluban laktam, és az volt a központ, most egy Karácsfalva nevű faluban fogok lenni, és onnan járok Beregszázba, Nagyszőlősre, Tiszapéter falvára is majd edzéseket tartani, és tavaly már 4 Baranta csapattal foglalkoztam, és még külön 2 íjász csapattal is, úgyhogy ők várnak vissza, legalábbis azt mondták, hogy várnak. És gondolom, egyre népszerű ez a harcművészet. Igen, ugye? Maga a harcművészet is, és az íjászat is. Persze az íjászatnak manapság egészen jó a sajtója, és egyre többet tudunk a hagyományos magyar íjászatról, de eddig Kárpátalján kevésbé vetette meg ez a dolog a lábát, akár a baranta, akár az íjászat, most egyre többen foglalkoznak vele. Egyébként mióta foglalkozol te harcművészettel? Ez a 10. év, ha jól emlékszem, sőt már lehet, hogy a 11. év, hogy elkezdtük a bátyámmal, Molnár Pállal itt Kecskeméten a baranta edzéseket tartani. És egyedül mész Kárpátaljára egyébként, vagy többet magaddal mentek tanítani? Mivel ebben a Petőfi Sándor ösztöndíj programban dolgozunk, Kárpátaljára 8 ösztöndíjas érkezik ebben az évben, csak szorványvidékekre, a tömb területek ebből a programból kimaradnak, és Ungvártól egészen föl az aknaszlatinai részekig jut ösztöndíjas, 8-an fogunk dolgozni. Milyen elvárásaid vannak a fiatalokkal szemben? Megpróbálok minél kevesebb elvárással kiindulni. Egyetlen elvárásom az, hogy abban bízok, hogy miután én a következő tanévben leszerelek, lesz olyan, aki tovább viszi az edzéseket, és az edzéseket megtartja. Tehát akkor van egy olyan ember, aki a stafétabotot átveszi? Szeretném átadni minden településen egy valakinek legalább, hogy azzal, hogy én eljövök, ne záródjon be a barantázás és az íjászat. Uh-huh. Jó, tehát ez Kárpátalja, tehát egyelőre Európa. Aztán utána egyre keletebbre húzódsz. Igen, erről nem. Mit lehet tudni? Melyik a következő keletebbre. Állomás? A következő állomás terveim szerint jövő nyáron újra Zangla falu lesz, ami Észak-Indiában, Jammu és Kasmir államban az a kicsike falu, ahol Körösi Csoma Sándor élt és dolgozott. Uh-huh. Ott tavaly nyáron sikerült egy íjászversenyt megszervezni a faluban, ami egy nagyon sikeres közösségi program volt, az első Körösi Csoma Sándor emléki íjászversenyt. Ennek a következő fordulóját szeretnénk kint jövő nyáron megszervezni. Kicsit szervezettebben, kicsit nagyobb létszámmal, egy kicsit nagyobb feneket keríteni az egésznek, és Zangla után nagyon szeretnék eljutni Nepálba is, még ugyanúgy jövő nyáron, hiszen ott él egy magar nevű törzs Nepálban, közülük többekkel találkoztam az indiai út során,
és szeretném őket megnézni a saját szememmel. Na most maradjunk még ennél a Zanglánál, mert hogyha itt keresgélném a térképen, ez tényleg valami kis parányi falu lehet. Igen. Hogyha néhány szóban, néhány mondatban be kellene mutatni ezt a települést és az ott élő embereket, akkor mint egy úti beszámoló könyvben, hogyan mutatnád be? Hát nagyon nehezet kérdezel, hogy néhány szóba bemutatni őket. Mivel foglalkoznak az ottani, milyen színvonalon élnek, mennyire nagy a nyomorúság, vagy mennyire tudnak harmóniában élni a természettel? Valami ilyesmire gondolok. Nincs akkora szegénység, mint én először gondoltam. Sőt, jó mód van, gazdagság van. Mindenük megvan a faluban, ami akár a modern élethez is kellhet. Természetesen egy időutazásban vettünk részt, mikor ott voltunk. Tehát a házaik, ők maguk, az idősebbeknek a viseletei olyan, mintha visszalépne az ember az időbe néhány száz évet. De ugyanúgy ott van az autó, ugyanúgy ott van a tányéros tévé, az okostelefon az embereknél, ezektől a dolgoktól ők sem mentesek. A Himalájának a Zanskar nevű folyó által kimélyített völgyében élnek, és a gletszerpatakok vizeit terelik le a hegyekből, és ezzel öntözik a földjeiket árasztásos öntözéssel. Uh-huh. Ami miket termesztenek? Gabonaféléket, inkább ilyen rozs és árpaféléket, pontosan nem tudom, de vannak kicsi erdőik is, néhány fát, ha már elültetnek, az nekik erdő, és az már épületfának, meg mindenfélének nagyon értékes. A 400 fős faluban 80 gyermek él, ezért az iskola is működik, de magániskolákba is járnak gyerekek, iskolabusz jár át. Tehát van ilyen, hogy magániskola? Van magániskola, igen. Hát ugye a brit oktatási rendszer maradékai működnek Indiában, úgyhogy minden van, amit csak el tudunk képzelni. Uh-huh. Jó, tehát ez lesz akkor majd a következő állomás, és aztán utána irány a Himalája fele, Nepál térsége. És akkor át Nepálba. Igen, hogy még oda hogy jutunk el, azt még nem találtuk ki. Uh-huh. A célunk az, hogy egy hagyományos magyar íjat elvinni a magar törzsnek, mint ajándék, mert ez az út is nagyjából az íjászat köré fog szerveződni, és én úgy érzem, hogy az íjban van valami olyan erő, ami így több száz vagy több ezer év múltán is a belső ázsiai gyökerű népeket, nemzeteket újra baráttá és szövetségessé tud tenni. Mit kell tudni erről a magarról, magar törzsről? Magar törzsről vannak elérhető írások, könyvekben kutatás is foglalkozott velük, interneten több forrás megtalálható. Ők a hegyekben élnek? Ők a hegyekben élnek, igen. Egy körülbelül másfél milliós törzs Nepálban, egy és másfél millió fő között mozognak. Belső ázsiai gyökerűnek tartják magukat, ugyanúgy, mint a tibetiek, ugyanúgy, mint a ladakiak, akiknél jártunk. Mongol szeműek, íjász hagyományuk van, ők adják a mai napig a nepáli gurkha hadseregbe a legtöbb katonát. Uh-huh. Állítólag ilyen családneveik vannak, mint Balog, Barta, és hasonlók, igen, de ebből természetesen semmilyen következtetés nem szabad levonni, és kör alakú, jurta formájú házakat építenek, és kopjafáson temetkeznek. Nagyon-nagyon érdekes. Arra még nem gondoltál egyébként, hogy esetleg valamifajta kiskönyvben összefoglalnád a te kalandozásaidat? Mert azért vétek lenne ezekről. Ötletként már fölmerült bennem, de még egyetlen betűt se vetettem papírra, majd amikor már utazni nem tudok és lesz időm írni, akkor lehet, hogy ezeket papírra vetem. Na most itt, amikor te már Ázsiában kalandozol, azért a fő csapás irány gondolom az önkéntesség. Így van. Mit jelent ez számodra? Az önkéntesség. És miben nyilvánul meg? Ugye az önkéntesség abból áll, hogy minden költségét az ember magának fizeti, és ez egyfajta olyan áldozatvállalás, amit meg kell tenni, és könnyű megtenni. Hiszen nagyon könnyű turistának lenni a világba, befizetni egy kis pénzt egy valamilyen
utazásra, nyaraló vagy turista helyszínekre, de ez engem soha nem vonzott, egy perc Hisz az egy elszigetelt valami, tehát az egy konzervált Igen. valami, aminek lehet, hogy túl sok köze nincs az ottani emberek életéhez. Igen, és én úgy szoktam megfogalmazni, hogy én nem oda menni szeretek valahova, hanem ott lenni valahova. Engem nagyon nehéz lenne rávenni, hogy kiránduljak egyet a hegyekbe valahol itt a környékünkön, de mikor az a tét, hogy fölmenni a hegyekbe és egy iskolát építeni vályogtéglából, és még mellette íjászversenyt szervezni, az már érdekel, és ezért már az önkéntes munkának a hátrányait is vállalom. De most nagyon sok emberrel megismerkedsz, ottani őslakosokkal, meg segítőkkel is, ugye, akik Igen. önkéntesek. Na most először is az ottaniakról kérdeznék, hogy tudod-e tartani velük a kapcsolatot, akarod-e tartani, ők akarják-e veled tartani a kapcsolatot, és aztán utána esetleg visszahívnak, vagy ők szeretnének egyszer errefele is kalandozni. Mennyire kölcsönös ez a dolog? Amikor ott vagyunk és közös dolgunk van, akkor ez egy nagyon élő és baráti munkakapcsolat. Azért ők annyira el vannak zárva a világtól, hogy például internet az úgy kevésbé van. Uh-huh. Ez annak az államnak a sajátosságai miatt. De nyilván azokkal De az üzenni lehet nekik egyébként? Üzenni lehet, az e-mail az eljut. Viszont azért lassan működik. Jammu és Kashmir állam az az állam, ami Indiának a hidegháborús övezete Kínával és Pakisztánnal. Éppen ezért az ilyen adatforgalmak korlátozva vannak, de valamennyire működik. Vagy például én most a nyáron Budapesten laktam néhány hónapot, és annak a falunak a hercegének az albérletében, ahol voltunk, Zangla hercegének a budapesti albérletében. Ő nyára visszament a párjával Indiába, és nyáron én laktam. És Budapesten van itt az egyik rezidenciája. Igen, itt tanul egyetemen a fiatalember, és tehát ilyen kapcsolat megmarad. Meg az önkéntesekkel is nyilván, akikkel ott voltunk, nem csak magyarok, hanem volt köztünk hindú, Angliából érkeztek, Olaszországból érkeztek önkéntesek, velük természetesen a közösségi oldalakon keresztül nagyon könnyű a kapcsolatot tartani. De most, amikor a közösségi oldalakon tartjátok a kapcsolatot, van olyan lehetőség is, hogy netalántán egyik másik ilyen önkéntes meghív téged, hogy gyere, mert ez nagyon nemes, nagyon jó dolog, igen, van-e hozzá igen, kedve, igen, tehát szervezitek igen, közösen. Igen, természetesen a következő utazást is, és egyéb lehetőségeket is. Hát további lelkesítő önkéntességet kívánok, jó egészséget mindenféleképpen, mert köszönöm. Az nagyon-nagyon kell, és sok-sok kedvet is, hogy mindezt meg tud valósítani. Köszönöm szépen. És vidd hírül a magyarok jóságát és kedvességét a világban. Igyekszem, törekszem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.